Jó estét kívánok! Egészen furcsa, hogy annak ellenére, hogy hányan próbálták megakadályozni, ma este mégis azt mondhatom önöknek, hogy egy olyan filmrendező rejtélyes halálával foglalkozunk, akit nem egyszerűen kivételes tehetségű művészként, nem furcsa figuraként, nem különcként tartottak számon, hanem mintha azok az emberek, akik valamilyen módon közel kerülhettek hozzá, beszippantottak volna lelkéből valamit, amitől nem igazán tudnak szabadulni azóta sem. Higgyék el, nem törekszem semmi fennköltségre, de amióta Bódi Gábor életét és különös halálát kutatjuk, ezzel az üggyel kapcsolatban valahogy semmi nem az, vagy nem éppen az, aminek látszik. Nem akarok tovább titokzatoskodni, néhány perc múlva már úgy is megértik, maradjunk egyelőre a tényeknél. 1985. október 24-én, tehát 19 éve, az akkor 39 éves filmrendező Bódi Gábor meghalt. A hivatalos verzió szerint öngyilkos lett. Majdnem 20 éve tehát, hogy a környezete, a családja, a barátai kételkednek ebben, mégis tehetetlenek. Megpróbáltuk hát összegyűjteni mindazt, amiből kiderülhet valami, annak ellenére, hogy nem is kevesen voltak, akik óvaintettek bennünket, hogy ezt az ügyet felhánytorgassuk. Hogy félelemből vagy Bódi iránti tiszteletből, nem tudom. Minden esetre a műsor címét kivételesen tegyék zárójelbe, mert ebben az ügyben rengeteg a nyom. Minél több, annál kuszább és szövevényesebb az egész. Na nézzük. Ez az a ház Budapesten, a Zöldlomb utcában, ahol Bódi Gábor az utolsó évben lakott. Ide jött haza az utolsó este is. Ez a 95 éves asszony Korom Ilona. Az egyetlen lakó, aki 85 óta itt él. Jobban volt Bódi Gáborral, gyakran főzött rá, leginkább a kedvencét, kapros tökfőzeléket, és látta holtan is, amikor megtalálták. Láttam, mesztelen nem. Igen. Igen, éppen olyan volt, mint életben. Éppen olyan volt, hát, hogy nem tudom. Véres volt minden, úgyhogy... Hát nem tudom, mit csinált, mi volt, semmi ízé nem volt úgy. Rendes volt, nagyon rendes ember volt. Földes László hobó több mint 10 évvel azután, hogy Bódi meghalt, írt egy dalt a tiszteletére. Ha megtalálja, önök is hallják, 10 évvel később még mindig a magyarázatot kereste Bódi halálára. Itt van, de a felhőlovas azért nem találtam meg. Micsoda filmeket csinált Bódi Gábor. De mit keresett közöttünk? És mit talált a kertben? Ne álmodj. Nyitott szemmel repülj a jövőbe. Bíztatott. A felhők gyorsabbak a szélnél, mondtam neki. És én nem érhetlek utol. Ne félj. Válaszok mosolyogva. Magával vitt volna engem is. Keresztül az időn. De én elengedtem a kezét. És még sokáig integettem utána. Emberek, akik ismerték őt és szerették, és akik nem értik az egészet. Mert egy kicsit ebben a szövegben benne van, hogy ő más volt egyrészt, mint mi, hála Istennek. Másrészt többet tudott. Tar Béla a világ egyik vezető lapja, a Guardian szerint a 14. legjobb rendező a világon. Nyert már Cannes-ban is. Szinte mindenhol jobban ismerik és elismerik tehát, mint itthon. Azt mondja, sokat vitatkozott Bódival, annak idején filmekről és filmkészítésről, de abban egyetértettek, hogy mást és másként kell csinálni, mint az elődeiknek. Még mind a mai napig fölfoghatatlan. Tehát inkább hihetetlen. Valahogy nem illett ő hozzá. Persze az a mód, ahogyan csinálta, az már azért valami volt. De nem az a fajta Pali volt egész életében, aki megfutamodott. Tehát amikor én azt mondom, hogy óriás volt, akkor egy ilyen szempontból is, hogy volt egy olyan királyi méltósága, amivel nem, a királyoknak nem szokásuk. Szóval. És nem veszített ő még akkor annyit, hogy... Szóval nem lehet tudni a valódi okát. Ez az újságcikk 90-ben jelent meg, ebben sokan nyilatkoznak Bódi haláláról. Olyanok is, akik most például már semmivel sem meggyőzhetők, hogy vállalják a szereplést ebben az ügyben.
Olvassuk csak, halálának évfordulójáról minden évben megemlékeznek a barátok, ismerősök. Közülük többekben él a gyanú, hogy Bódi Gábor talán nem öngyilkos lett. Elképzelhetőnek tartják, hogy a filmrendezőt, aki munkássága okán nem volt éppen kívánatos személy a kommunista rezsim alatt, akár meg is ölhették. Minden esetre számukra is máig tisztázatlan az ügy. Ezen a régi képen Bódi Gábor családja látható. 5 évig élt együtt a feleségével, vagyis akkor sem igazán együtt, mert az asszony Németországban lakott. Persze megkerestük őt, de azt mondta, még soha nem szerepel nyilvánosan, és most sem akar. Elmondta, hogy többször megfenyegették, jobban teszi, ha nem kelti a feszültséget Bódi halála körül. Durst György, a legendás Balázs Béla stúdióban ismerte meg Bódit. Néhány éve megpróbálta összegyűjteni Bódi filmes hagyatékát, nehogy elvesszen. Szerinte nem csak a halála rejtélyes Bódinak, hanem az élete is. Ez egy kibeszéletlen dolog a mai napig, tényleg, és a Vera meg van győződve róla, hogy a Gábort megölték. Nem tudom, hogy mi az igazság, nem voltam ott. De sok-sok jel erősíti azt, hogy lehet, hogy ez történt. Kócányi Judit, Bódi Gábor közvetlen munkatársa volt, 19 éve nem járt itt a Zöldlomb utcai háznál, akkor Bódi halálának másnapján utoljára. Nem volt egyedül, de ő találta meg Bódit holtan. Ez a köztudatban elfejlett öngyilkosság fogalom, ez nem azonos az én véleményemmel a dologban. Én elképzelhetetlennek tartom, hogy a Gábor öngyilkos lett volna, mert aki ennyire tele van tervekkel, és ennyire aktívan dolgozik, és hát még utolsó nap is, az kizárt dolog, hogy öngyilkos legyen. Ő Grandpierre Attila csillagász, vagy ahogy még többen ismerhetik, a Vágtázó Halott Kémek nevű zenekar énekese. 81-ben Bódival a Kutya éji dala című filmforgatási helyszíneit keresik éppen, aki integet, az Bódi Gábor. És ő Grandpierre Attila 19 évvel később. Azóta sem talál magyarázatot Bódi halálára. Tehát nem tudjuk, hogy mi történt, és hogy ki tehette, kinek állhatott érdekében. Igazából ezen gondolkodtunk, hogy kinek állhatott érdekében, de nem jutottunk semmire. Azt már említettem, hogy Bódi Gábor özvegye nem akar nyilvánosan szerepelni. Talán az akkori fenyegetések miatt, a szülei pedig már nem élnek. Akkor, október 24-én az édesapja törte rá az ajtót a Zöldlomb utcában, látta a fiát holtan. Volt vele még 2, ahogy szokták mondani, szemtanú. Érdekes, hogy ők sem egyformán emlékeznek azokra a percekre. Bódi akkor, 85. október 24-én egy fárasztó nap után este ért haza a filmgyárból. Állítólag még beugrott az édesanyjához, de senkit nem talált otthon. Itt, a 3. emeleten lakott, itt törték rá az ajtót másnap. Galló Tamás is ott volt akkor reggel. Akkoriban ő volt Bódi első asszisztense és barátja is. Bódi sokat járt hozzá, szeretett ácsorogni az ablakában, nézte a Dunát. Ő látta tehát még holtan az előbb bemutatott Kócányi Juditon kívül. Haza küldött a filmgyár. Erről úgy menjek haza pihenni, mert nyilván én is fáradt vagyok. Egész este hívtam a Gábort, nem vette fel a telefont. Hazajöttem, elaludtam, és amikor fölébredtem, akkor rögtön hívtam telefonon, és nem vette föl. És ez nem sok jót jelentett, de hát oda vártam a kovecet akkor aznap este. És akkor arra gondoltam, hogy esetleg elmentek a makovecet. Másnap délelőtt hívott az asszisztense telefonon, hogy nagyon rossz érzése van, hogy Gáborra valami történhetett, mert egész éjszaka nem vette fel a telefont, mondtam, hogy nekem sem, menjünk fel hozzá. Jó, aztán 10 óra körül elindultunk a Zöldlomb utcába. Megtaláltam a Makovec cetliét, hogy itt járt, tehát ebből nyilvánvaló volt, hogy vagy nem ment haza, vagy benn van a lakásban is. És akkor valami baj van. Arra gondoltam, hogy talán ez a viharos nap, ami elég kemény volt számunkra, ez viselhette meg, és esetleg rosszul van, és benn van a lakásban. Szereztünk egy baltát ott szemközti építkezés. És annak a segítségével valahogy bementünk a lakásba. Vagyis hát én nem mentem be, mert a holttest ott volt a küszöb előtt, és onnantól kezdve számomra nem volt
jelentősége, hogy most bemenjek lakásba. Az egész lakásnak a hangulata, a körülmények azok egyáltalán nem arra utaltak, hogy a Gábor öngyilkos lett volna. Mielőtt tovább mennénk, elevenítsük fel, ki is volt Bódi Gábor. Ide a Szent István gimnáziumba járt, Zuglóba, fiúosztályba. Csak délutánonként az úttörőházban, mint ifi vezető találkozott lányokkal. Rég voltunk ebben a házban, mint szóltunk vissza. És nincs meg a függöny. Régen ez egy színházterem volt, ott, ahol most a színpad van, azt egy szép bordó függöny, mivel össze be lehetett takarni. Akkor is sok szép volt. Itt volt az ifi szoba. Gyülésettünk, sokat táncoltunk. Ők voltak akkor a legjobb barátai. A két férfi az osztálytársa. Steiner Oszkár az őszhajú úr iskolaigazgató lett. Dr. Marton György, a göndörhajú piros mellényes úr pedig vegyészmérnök. A hölgy, Lukács Ágota, akkor az úttörőházban barátkozott velük, azóta egyébként Marton György felesége. Kicsit kilógott a sorból, nem szerette a kötöttségeket. Egyébként, hogy milyen volt a Gábor, én úgy emlékszem rá vissza, azokból az időkből, hogy ő egy vidám, jó közösségi ember volt, kreatív volt, sok ötlettel jött elő. Mindig ő volt a központ, mindig valamit kitalált. Úgy emlékszem rá, hogy én nagyon féltem a siklótól, és csak úgy hülyeségből beledobta a nyakamba a siklót az egyik táborozás alkalmával, és az roppantul élvezte, hogy sikongatunk. Szóval nem voltunk, mint a gyerekek egyikünk se. Nem, de nagyon kultúrált, művelt, nagyon intelligens fiú volt, és hát így női szemmel egy gyönyörű férfi volt, nagyon szép fiú volt. Lányok nagyon szerették, és ő is szerette a lányokat. Ő Huber Márton. A 64-ben érettségizett osztálya tablóját kereste elő nekünk, ebbe az osztályba járt Bódi is. Hallgatott általában a felnőttre, de őnek azért azt, hogy meg kell tapasztalni, hogy valóban úgy van ez. Tehát ő az a fajta gyerek volt, akinek sokszor fejjel neki kell menni a falhoz, ahhoz, hogy aztán tényleg ugye, komolyan vegye a dolgokat. Látták, két tablóképet vett elő az osztályfőnök. Bódi ugyanis ebben az osztályban érettségizett, de ehhez az osztályhoz kötődött jobban. Először ebbe is járt, de magatartási problémák miatt harmadikban büntetésképpen áthelyezték ebbe, a másik osztályba. Túl sok igazolatlan hiányzása volt, de túl jól tanult ahhoz, hogy elbocsássák. Ez pedig már az egyetemi diplomája. Azonnal felvették a bölcsészkarra érettségi után, történelem-filozófia szakon végzett. Szabad György akadémikus, a parlament rendszerváltás utáni első elnöke, Bódi történelem professzora volt az 1968-as, szinte forradalmi időszakban. Bizonyos értelemben frusztráltnak, tehát valami nyomás alatt élő embernek láttam, de ugyanakkor, mint nagyon sokan a nyomás alatt élő emberek, egy olyan embernek is, aki küzdött a nyomás ellen. Tulajdonképpen az inkább volt jellemző rá, hogy szabad-e lázadni akkor, ha ilyen következményei lehetnek. Bódi a bölcsészkarról többször felvételizett a Színház és Filmművészeti Főiskolára, amely azóta már egyetem. Negyedszerre 71-ben vették fel, és ebben az Uránia mozival közös épületben volt a legtöbb órája. Vészi János az osztálytársa volt, Bódi temetésén beszédet is mondott, ma már itt tanít. Ez egy furcsa most így ennyi idő múlva idejönni. Mi 4 vagy 5 éven keresztül gyakorlatilag minden nap jártuk ezt a környéket, errefelé mentünk föl a termekbe, és errefelé szerettünk volna menni, mert hogy ez a mozi, ide persze be lehetett menni büfézni, de átvitt értelembe egyszer ide eljutni a moziba, az mindig egy ilyen vágy volt mindannyiunknak. Kivéve persze a Gábort, akinek ez nem annyira volt egyszerűen csak egy majdani vágy, mert ő ezt meg is tudta csinálni, mert majdnem, hogy mire mi eljutottunk oda, hogy egyáltalán fölfogjuk, hogy mit jelent filmet rendezni, addigra ő már bőven csinálta a filmeket. Petrovics Emil zeneszerző, az Operaház főzene igazgatója volt Bódi egyik kedvenc tanára, annak ellenére, hogy nem volt különösebben érzelmes fiatalember, de Petrovics tanárurat még az önéletrajzába is beleírta.
A túlművelt fiatalembernek egyfajta magabiztossága, az természetesen megnyilatkozott a mozgásán, ahogy bejött, ahogy leült, ahogy felállt, ahogy beszélt, de soha nem volt ellenszenves. Igaz, hogy én rendkívül szerettem a renitens vagy deviáns hallgatókat, mert azok adták meg a lehetőséget arra, hogy én is ott gondolkozzak azonnal. Egyszerre élte az életet és szemlélte kívülről. Tehát volt egy ilyen, talán 69-ben vagy 70-ben az Ifjú Művészek Klubjában egy elég komoly verekedés, ahol hát szóval cselekedni kellett. És akkor őt valaki föllökte, megbotlott, és szinte repült a levegőben, ahogy elesett, hanyat, és így mellettem zuhant el, nagyon meglökték, nem tudom pontosan, mert máshol voltam elfoglalva. De hogy repült el mellettem, szinte azt láttam az arcán, hogy élvezi is. Miközben akkorát esett, hogy az valami rettenetes. És akkor utána ott fölállt, és akkor folytattuk, és nem tudom én. De olyan ember volt, aki a sűrűjébe keveredett mindig a dolgoknak. Ilyen volt az akkori budapesti éjszaka, a 60-as, 70-es évek fényei, de Bódi egy másik Budapest éjszakájában érezte otthon magát. Az underground éjszakájában, amely másképp volt zajos, másképp volt fényes, másképp volt élvezhető. Ez a színes látomás. Csaplár Vilmos is először a munkatársa volt, csak később lett a legjobb barátja. Több forgatókönyvet írtak közösen. Azért ennél az étteremnél találkoztunk, mert ez volt Bódival a törzshelyük. Csaplár Vilmos aznap este, mikor Bódi meghalt, itt vacsorázott. Éppen azért érdekes az ő egész élete és esete, mert ő egy olyan figura volt a szocializmusban, ami ebben a szürkeségben, ebben a egyéniség nélkül, vagy egyéniséget eltitkoló korszakban, aki egy olyan példává vált sokak számára, hogy valaki ebben a nyomottságban, ebben a szürkeségben színes egyeniség tud lenni, összeférhetetlen, deviáns, felháborító, de olyan tehetséges, hogy nem lehet megállítani. Már a főiskolai diplomafilmjével, az amerikai Anzix-szal is kilógott a sorból, nem az elfogadott keretek között járt az agya. Aztán a Ma Film alkalmazottja lett, akkor még ugyanis csak állami támogatással lehetett filmet készíteni. A nemzetiségét tekintve magyar volt, de szellemiségét tekintve semmiképpen nem volt provinciális. Állandóan a világ egészében gondolkodott. Az én számomra a Gábor személye és művészete az egy nagyon meghatározó része a magyar filmtörténetnek, és azt hiszem, hogy az egyetemes európai filmtörténetnek is. Pilis Csabán vagyunk, ott jártunkkor, itt forgatta Koltai Lajos a Sorstalanságot. Hallhatták a híradásokban, az Oscar-díjra jelölt Hollywoodban dolgozó operatőr rendezőként debütál, Kertész Imre Sorstalanságából készít filmet. Együtt kezdték a filmezést Bódival, sokat dolgoztak együtt, főleg eleinte. Nem feltétlenül volt provokátor, nem ennek, hanem egy egyéniség volt, inkább egy olyan fajta egyéniség volt, ugye ebből tényleg egy van, és a Bódi féle világ az egyszerűen megszületett körülött, és a körülött a hívők, úgy mondjam, akik ugye köré sereg lettek, mert volt egy nagy hívősereg, akik én is nagyon szerettem vele, voltak ilyen magán beszélgetéseink is. Minket kötött valami barátság is össze, érdekes módon szeretett engem. Szerette azt, amit csinálok, talán mint embert is. Nem tőlem tanult, nyilvánvalóan, hanem én tanultam tőle sok mindent, de a lényeg az, hogy tőlem valamit azért csak tanult, és ez persze a vizualitás, és ő azt tisztelte. Vele lehetne, nem akarna vele csinálni? Ő volt az asszisztense, a pszichében. Tudnak róla? Nem tudok a pszichében. Kutyai idemel. Tessék. Tudod róla, mint én majd. Ő tehát Bonta Zoltán, aki most Koltai asszisztense, de a pályája elején Bódi jobb keze volt. Én ott
őt a felkészültsége és az intelligencia és a kreativitása miatt is a mesteremnek tekintettem. Tehát az ember nagyon nehezen néz szembe azzal, hogyha egy megmagyarázhatatlan végét látja egy életpályának és egy ember életnek. Tehát az ember ezzel nagyon, legalábbis én nagyon-nagyon nehezen tudtam ezt feldolgozni. A Psziché volt Bódi második nagyjátékfilmje. Sok meghatározó, nem csak Bódi számára fontos személyiség látható benne, ilyen például Pilinszky János. A film főszereplői az azóta az egész világon a Lars von Trier filmekből ismert német színész Udo Kier és Cserhalmi György voltak. A Psziché pedig az addigi legnagyobb költségvetésű magyar filmnek számított. Szabó B. István volt a film főigazgató akkor, amikor a költségvetést engedélyezték. Még őrzi a film eredeti forgatókönyvét, elő is kereste nekünk. A kor kultúrpolitikájának három T-je, a tűr, tilt, támogat közül számára nem volt kérdés, melyiket vonatkoztassa Bódira. Négyszer annyi pénzt kapott, mint mondjuk egy befutott Kossuth díjas rendező a filmjére, hát ennél nagyobb támogatást nem lehet elképzelni. Tehát ezekben a tékben nem gondolkoztunk. Őt, mint igazi szemléletében, tehát nem csak kifejező eszközeiben, hanem gondolkodásában is avantgárd művész, az zavarta és idegesítette, és azt kell mondanom, hogy ebben nagyrészt igaza volt, hogy a korabeli kultúrpolitika haladónak deklarálja magát, élenjáró művészetnek, forradalmi művészetnek, szocialista művészetnek deklarálja magát, és ehhez képest ő úgy látta, hogy konzervatív, kispolgári ízlésű. Ő azt várta volna el, ami hát persze irreális várakozás volt, hogy a kultúrpolitika igazodjon. Hát most egy kicsit, hogy is mondjam, viccesen fogalmazva, ő úgy gondolta volna, hogy az lenne a leghelyesebb, ha ő lenne, mint tanácsadó, Acél György első felettese. Gyászhírt kaptunk. Tragikus körülmények között elhunyt Bódi Gábor filmrendező, aki nem is olyan régen ígéretes fiatal tehetségként robbant a filmvilágba, az amerikai Anzix-el, a Pszichével, a Kutya éjjj dalával. Archív felvételünkön Bódi Gábor beszél a Pszichéről. Most, hogy túl vagyok a filmen, elmondhatom, hogy a könyvben még mindig nagyon sok anyag maradt benne, ami alkalmas lenne arra, hogy mai gondolatainkat, közérzeteinket megfogalmazzuk, mi csak egy szeletet vágtunk ki belőle. Völgyi Melinda színésznő. Azt mondja, azért nem játszott a Pszichében, mert mikor Bódi felfedezte, már valaki másnak aláírt szerződése volt. Így csak a jogi akadályok miatt nem lettek kollégák, csupán barátok. Itt volt, és ez volt az a szoba, úgy gondolom, vagy azt hiszem, Gábornak a szobája. Most megérel meg a gyomrom, mert itt állok a szobája előtt. Amikor őt megismertem, akkor 17 és fél éves voltam. De most is hihetetlenül gyönyörű, és ő meg hihetetlenül nagy kisugárzású, elegáns, szóval sármos, nagyon szép ember volt. És semmi nem volt. Az ég adta a világon köztünk, én mindig bámultam rá, hogy milyen szép, milyen okos, milyen tehetséges. Én meg gondolom, abszolút gyereknek kezelt, amilyen voltam is. Bódi rendezett színházban is. Akkor, amikor a filmrendezőket tudatosan tartották távol a színháztól, Szikora János, mint a Győri Kisfaludi Színház akkori művészeti vezetője, megengedte Bódinak, hogy színpadra vigye a Hamletet. Az akkor trendi kritikát, azt valamiképpen bosszantotta és irritálta az a fajta készülődés, és az a fajta, ha így nevezném, hogy marketing kommunikáció, az a fajta PR kommunikáció, amit a Gábor szerintem rendkívül profi módon végigvezényel. Ez egy korabeli kritika. Az előadás is majdnem tragédiával végződött, ugyanis váratlanul, kezdés előtt egyszer csak kigyulladt és leégett az egész díszlet. A tömegkatasztrófa végül éppen hogy de elmaradt. Markó Iván Bezsárnál a világ legjobb táncegyüttesének vezető táncosa volt. Évekig a Győri Balett művészeti vezetője, ma a Magyar Fesztivál Baletté. Bódival még Győrben ismerkedett meg. Úgy éreztem, hogy ami a lényege volt, legalábbis számomra az ő személyiségének, kicsit
olyannak éreztem, mint egy Faustot, mint egy 20. századi Faustot, aki egyszerre szerződik az ördöggel, de vágya van a Jóistenre. És egy hihetetlenül tehetséges és önpusztító ember volt. Ebben a lakásban lakott Bódi utoljára. Ma Krámer Imrénél lakik itt. Tessék, itt a fürdőszoba. Ez az a fürdőszoba, ahol öngyilkos lett, állítólag egy piros bicskával, de hogy így történt-e, valójában senki nem tudja. Itt ez nagyon ronda volt ez a fal, az előszoba fal, mert állítólag ott halt meg. A radiátorok mellett találták meg. Nem tudjuk tehát még mindig, hogy miért is döntött volna úgy Bódi Gábor, hogy nem akar tovább élni. Egy ismert filmrendező tele barátokkal, lehetőségekkel és elismeréssel, és persze tervekkel. Vagy mégis lett volna rá oka? Kiderül a reklám után. Halálának körülményeit elevenítjük fel tehát, és próbáljuk megfejteni, miért döntött úgy a 39 éves sikeres filmrendező 1985. október 24-én, hogy öngyilkos lesz egy piros bicskával a fürdőszobájában egy fárasztó munkanap után. Ha úgy döntött, mert hogy efelől sokaknak komoly kétségei vannak. Egy üveg felbontott vörös pezsgőt találtak mellette, amit ráadásul köztudottan nem szeretett, és soha nem is ívott. Érzés volt. Egyrészt ugye felfoghatatlan volt, de ezzel még ma is így vagyok. Szóval most bejönne az ajtón, akkor azt mondanám neki, hogy hol a franzó voltál mostani. Mégse igaz, hogy lehet ilyet csinálni, mégse igaz, hogy egy ilyen élet az tud érvényesülni, hanem ilyen halállal végződik. Ez volt akkor. De mindig hiányzott belőle egy láncszem, nem értette senki, hogy miért. Ezért különféle teóriák alakultak ki. Miért, miért? Erről a felvételről senki nem tudta megmondani, hogy mikor készülhetett. A legvalószínűbb, hogy nem sokkal Bódi halála előtt egy buliban. Sokan aggódtak érte akkoriban, mert túlságosan gondterheltnek látszott. Itt volt a feleség, és úgy sírtak. Hát csodálkoztam is, hogy a Gábor sír. Kimentek az erkélyre, és mondom, hát miért sírnak? Hát mondom, hogy egyik itt él, a másik ott él. És hát, hogy elválnak, már a Vera mondta, hogy 4 órakor megy a repülő, elmegy. És mondtam nekik, ne sírjonak, ne, majd lesz ez még másképp is. És mondom, szebb napok is lesznek, és akkor boldogan néznek visszafelé. Még azt mondta Gábor, Bokor néni ez olyan költői volt, azt mondja minden. És ez volt az utolsó szava hozzám. Danics Zoltán is a barátai közé tartozott, pszichiáter Budapesten a Nyéki úti pszichiátrián. Ketten Tamással elindultak lefelé, és ahogy így visszaemlékszem, egy kicsit később értem utánuk, és nagyon meglepődve láttam, hogy a Gábor sírt, zokogott, nagyon, nagyon lehangolt volt. Akkor még nem voltam pszichiáter, mai pszichiátriai tudásommal azt mondhatnám, hogy depresszió. Valamilyen depresszív állapotban volt. Hát ez persze nehéz így visszamenőleg diagnosztizálni, de nagyon elkeseredettnek látszott. Meglepő volt, mert egyébként nem mutatott ilyen érzéseket ott a társaságban. Megmutatta nekem azt, hogy, milyen tervei vannak. És akkor az egész falon, a szobának az egész fala ki volt plakátozva, úgyhogy mi a programja szeptember, október, november, december, és hát a következő évre szólóan, és hát sok minden olyan terve volt, amiben beavatott, és voltak olyan terve is, amit velem közösen szeretett volna elkészíteni. Ez 3 nappal a halála előtt volt, és persze akkor ennek semmiféle jele nem volt, sőt, hát ellenkezőleg épp egy olyan, úgy láttam, hogy nagyon a helyén van minden, nagy tervei vannak, nagyon összeszedett.
Megtaláltuk Bódi munkaterveinek egy részét a halála körüli időszakból. Láthatják, sűrűn be volt táblázva, apró részletekre ügyelve tervezte meg minden percét. Ez is ellenérv tehát, hogy a környezete elhiggye, öngyilkos lett. Az özvegye említést tett fenyegető levelekről, amit látni ugye nem láttunk, de valaminek kellett történnie tehát a halál körüli időszakban. Galló Tamás az egyik barátja megírta Bódi utolsó napjainak történetét, ebben idézi a búcsúlevél néhány sorát is. Azt írja, szerettem volna magyar-európai lenni, 20 éves koromban nem gondoltam, hogy csak 40 leszek. Ha ez a levél a búcsúlevél volt, ha valóban Bódi írta, akkor nem hiszik a kétkedők, hogy önszántából tette, és nem úgy kényszerítették rá. Bódi Gábor temetéséről ebben az egyetlen kis hírben számoltak be a lapok. Gazsi Zoltán ma a TV2 operatőre. Felvételeket készített a temetésen, hogy megőrizze emlékül. Fölvéve a temetést, hatalmas nagy munkával, egy két napig hívva lötyögtetve a tekercseket, a Tarbélától kaptam kölcsön egy normál 8-as lukasztós vágóasztalt. Egy gyönyörű munka volt, és összevágtam a temetésről egy filmet, amit befűztem a vetítőgépben, és szóltam a főiskolán, hogy videóra átírni be fogom hozni, hogy ugye ne kelljen a filmszalagot nyúzni. És ekkor egy hétre elküldtek Szófiába egy ilyen főiskolai, nem tudom én, főiskolák találkozója, és mire hazajöttem, föltörték a lakást, és elvitték a normál 8-as vetítőt a belefűzött, összevágott filmmel együtt. Rejtélyes ember volt, rejtélyesen halt meg. Nem volt kétséges, hogy az életével és a halálával kapcsolatos mendemondákkal néhány napon belül tele lesz Budapest. A volt osztálytársakhoz is eljutott néhány. Állítólag ő nem is öngyilkos lett, ezt mesélik, hanem a pánkok rákényszerítették arra, hogy felvágja az ereit, és így lett öngyilkos. Aztán, hogy ebből mi igaz, vagy mi nem, hát azt ki tudja. Ez egy nagy rejtély volt akkor, a millió találgatás volt, mert tényleg egy tehetséges, sikeres ember nem ezt a véget érdemelte, akárhogy is történt. Szóval minket nagyon megdöbbentett, meg megrázott a dolog, de szerintem ezt ma se tudja senki, hogy pontosan mi volt. Hallottam nem is egy embertől, hogy Bódi halála véletlen és tragikus baleset volt. Az életmódjából, a kísérletező kedvéből is fakadhatott, hogy a pesgő hatására megváltozott tudatállapotban nem tudta felmérni, hol vannak a határok. Én annyira megdöbbentem, hogy nem is akartam elhinni. Nem is akartam elhinni, és most sem tudom, hogy ez egy valóban tudatos öngyilkosság, vagy valami véletlen kábulatban történt dolog lehetett. Ezek a nagyon drámaian, horrorisztikusan előbukkanó erős indulatok izgatták mindig. Azt hiszem, ez minden munkájában ott van. Tehát utólag lehet úgy spekulálni, hogy ő ösztönösen érezte azt, hogy egyszer el kell játszani a legvégsővel, a legvégső játékkal, ami az, hogy kipróbálom, hogy megölöm magam. Azt én nem hiszem, hogy ő ezt igazán úgy szerette volna, hogy ne lehessen belőle vége csak kész csapó, vége, fölállok és folytatom az életet. Szerintem ő folytatni szerette volna, de én azt hiszem, hogy azok közé tartozom, ha ez egy ilyen tábor kérdése, hogy ki hisz az ő öngyilkosságába, és ki gondol esetleg valami balesetre, gyilkosságra, bármi ilyesmire. Én azt mondom, hogy belefért. Belefér, hogy az angyalból és az ördögből az ördög került ki győztesen, és már nem volt utolsó utáni felvonás. Danis Zoltán, mint anatómus, szabadon bejárhatott a korbonctanra. Bódi barátai megkérték, hogy helyzeti előnyét kihasználva, persze az igazságügyi orvos szakértővel egyeztetve, vizsgálja meg Bódi holttestét. Nem akarták elhinni, hogy öngyilkos lett, annyira összeegyeztethetetlen volt a személyiségével. Rögtön felvetődött, hogy valami tragikus dolog történt, amit nem tudnak elképzelni, hogy Gábor önkezével vetett volna véget az életének, és hogy nézzem már meg, hogy mi történt. Elkerülve azt, hogy egyrészt naturalisztikus, másrészt kegyeletsértő részletekbe menjek, azt láttam, hogy azok a sérülések, amik Gáboron voltak, azok
nem támasztják alá azt, hogy valaki idegen, hát nem saját kezüleg okozta volna a sérüléseket, tehát azok, amik voltak rajta sérülések, azokat ő okozhatta. Ez a vélemény néhány embert meggyőzött Bódi körül. Ha el nem is fogadták, de belenyugodtak, hogy ő döntött így. Ez a történet, hogy nyugdíjas sztálinisták, ipari alpinisták és hivatásos méregkeverők jól szervezett összehangolt csoportja preparált vöröspezsgőt juttat a szervezetébe, hát ez... Ez minősíti a kitalálóját szerintem. Hát a valóság az szomorú és egyszerű, és nehezebb feldolgozni. Volt egy motivum. Azért mondom, mert ez a legfontosabb. A Gábor mindenféle ruhákba járt, amikor megismertem. Farmer nadrág, ing. Aztán egyszer csak öltönybe kezdett járni, egy Eszterházi kockás öltönybe. Kérdeztem, mi van Gábor Kámész? Miért? Hát a papámtól kaptam. Telt múlt az idő, mindig ebbe járt. És egy idő múlva mondta neki, Gábor, hát ez a múltkor ki volt itt égve, hogy tüntetted el ezt a lukat? Ho-ho, ez már nem ugyanaz az öltöny, csak csináltattam egy ugyanolyat. És végig attól fogva ilyen öltönyökbe járt. A halála alkalmával, a lakásban egy fogason volt egy ugyanilyen öltöny, beletűzve a kézírásával a vízsebébe, hogy ez legyen Kasparé, ez a fia. Most ez nekem egy olyan dolog, amire arra gondolok, hogy ezt senki nem tudja kitalálni, ezt a motivumot, ezt csak ő csinálhatta. Egyet mondtam el ebből, szerintem ez alapján én biztosra vehetem, most más dolgot nem, hogy ezt saját kezüleg csinálta, hiszen senki, semmiféle gyilkos nem tudja kitalálni ezt az öltöny motivumot, és arra rákényszeríteni, hogy írja oda. De arra gondoltam akkor, hogy ezt ugyan ő csinálta, de valamilyen módon ebbe ő belemenekült, belekényszerült, és ezt nem tudtuk összerakni. Hiányzott egy láncszem, hogy miért. ...1999-ben, 14 évvel Bódi halála után megjelent egy cikk az Élet és Irodalomban, amelyben Haraszti Miklós azt írja, hogy az öngyilkos filmrendező szorgosan jelentett a hármas ügyosztálynak. Volt, aki megpróbált meggyőződni, van-e valóság alapja a vádnak. Volt, akit felháborított a feltételezés, de se így, se úgy nem akarta elhinni. Eleinte senki. Nekem egy konkrét bizonyosságom van, egy jelentés, amit egy pesti Fedő nevű titkos megbízott írt, és amiben egy olyan élethelyzetre ismerek, amiben én ővele voltam. Több embernek van ilyen, és ez együtt bizonyíték arra, hogy az a pesti Fedő nevű titkos megbízott az ő volt. Ez kétségtelen. Ha igaz, az nagyon szomorú lenne. És a kort még több elmarasztalással terhelni. Mert az egy fiatal ember volt. Mi, amikor nyertünk Mannheimbe a Bódival különféle díjakat, és a Bódi összevásárolt 12 pár női csizmát, mert annyi lánynak ígértem meg, hogy ha nyerek, édesem, úgyse nyerek, de ha nyerek, akkor hozok neked egy pár csizmát, és kénytelen volt ilyen kemény lovakként tartani a szavát. Tehát amikor ő 12 pár csizmával átmentünk Bíró Ivethez Düsseldorfba, és ott aludtunk, és ő a Bódi kinevezte a Bíró Ivetet maminak, engem meg öcsnek, és egy szobában aludtunk, mert kevés volt a hely, akkor a Bódi közben Bíró Ivetről fejébe jelentést írt, és majd azt később le is adta, mindezt én megtudtam 20 évvel később. Hihetetlen a dolog, de azt mondom, hogy a Bódiba biztos belefér. Tehát nem gondolnám róla, szívesen hinném, hogy nem igaz, de miután egy olyan pali volt, aki szerintem azt gondolta, hogy van annyira machiavellista, hogy ő felveszi a hatalommal a játékot. Tehát ő, oké, azt mondjátok, hogy írjak, majd írok valamit. Biztos olyat fogok írni, hogy semmit se tudtok vele kezdeni. Tehát azt tudom csak feltételezni, hogy úgy gondolta, hogy ő át fog verni mindenkit, mert neki háromszor akkora agya van. Azt talán nem fordult meg a fejébe, hogy ettől ő még egy gyáva ügynök, mint bárki más, ha ezt megteszi, mert biztos úgy gondolt, hogy ő egy nagyon ravasz ügynök, vagy ő egy gangster ügynök, vagy ilyesmi. Tehát én átromantikázom ezt a dolgot, de azt gondolom, hogy megcsinálta, nyilván megcsinálta.
esendő emberek vagyunk mindahányan. Ha a Gábor nem lenne művész, akkor könnyebben megbocsájtanám neki. De ez, hogy művész, ezt csak akkor tudom neki megbocsájtani, hogyha beleírja a filmjeibe vagy a munkáiba. És szerintem beleírta. Tehát a kutya idolába benne van az egész történet szerintem. Könnyű így utólag, akkor nem nagyon láttam. Lehet, hogy egyébként valamikor régen, nem tudom, egyetemista korban szokták az embereket beszervezni, akkor esetleg még kíváncsiságból, vagy önként, ha nem is dalulva vállalta el. Nem tudom, hát ez majd kiderül, vagy nem derül ki. De biztos vagyok benne, hogy gonosz dolgokat nem csinált. Szégyen és gyalázat. 19 évvel a halála után mi itt ülünk és csak találgatunk. Hogy nekünk ügynök védő törvényünk van, és ezt most nem ellene, hanem érte mondom. Hiszen az maga is nevetséges, hogy a filmszakmában egyetlen ügynök van, ő. Ugye tudjuk, hogy ez nem így van, de egyetlen ügynök van néven nevezve. Mint hogy az irodalomban is egy a szegény Tar Sándor, és nincs több. Tudjuk, hogy csapatos túl voltak. Tehát ez maga egy olyan dolog, amiért óvatosan kell bánnunk ezzel. Persze a Bódihoz legközelebb állókat nem győzi meg erről semmi. Ami mostanában itt ilyen ármánykodás címszó alatt számomra elhangzik a Gábor idézőjelben ügynök múltjáról, egyszerűen elképzelhetetlennek tartom. Senki legjobb tudomásom szerint nem rendelkezik semmilyen olyan bizonyítékkal, ami valójában a Gábor aláírásával történt volna, hogy ő aláírt volna egy beszervezési papírt. Tehát ez számomra egyértelműen hiteltelen. Elképzelhetetlennek tartom, sőt, én kizárom azt, és hogy ő bármilyen módon ügynök lehetett volna, és nagyon sajnálatosnak tartom azt, hogy egy ilyen valakivel szemben ilyen méltánytalan vádat emelnek, és hát ilyen gyanúba keverik. A Gábor a magyar és az egyetemes filmkultúra része. És úgy gondolom, hogy azok az emberek, akik ma csak azzal foglalkoznak, hogy másokat vádoljanak, illetve büszkék legyenek arra, hogy ők megfigyeltek voltak a 20. században, azok nem lesznek a világörökség része. Változtat valamin? Én nem. Ez az ő dolga volt. Az ő tudásán és tehetségén semmit nem változtat. De mindig ott van a ha. Biztos, hogy igaz volt. Hogy mi az igazság, lehet, hogy nem fog kiderülni. Közvetlen adatot hiába kerestünk, mi sem találtunk. Vannak, akik nehéz szívvel, de elfogadják, hogy Bódi Gábor öngyilkos lett, és volt rá oka. Vannak, akik állítják, hogy nem történhetett más, hogy biztos, hogy megölték. És vannak, akik szerint tényszerűen öngyilkos lett, de úgy sodorták bele, vagy kényszerítették rá. Ő valahogy nem egészen ebben a világban élt. És az volt az érzésem, hogy elment oda, ahova ő való. Ahol, amit keresett az életben, ami nem olyan, mint az élet, hanem valami más. Én nem gondoltam, hogy a Gábor elmegy, az se, hogy öngyilkos lesz, az fékképp nem. Mégis, ahogy a Huszárik Zolinál valahogy lehetett tudni, hogy egyszer ennek az életnek vége lesz, mintha ők tudnák, hogy egyszer ezt az életet be kell fejezni. Vagy egy adott ponton, vagy az időben. Talán ezt is tudják, nem tudom. Lehet, hogy ezt is tudta, hogy mikor van a pont, amikor egyszer csak ez nincs tovább ez az élet, ez eddig tartott. De lehet, hogy erre terve is volt, ezt nem, el tudom képzelni. Nem fér össze valahogy, érted, a Gábor és az öngyilkosság holott egyébként, meg összefér. Szóval amikor azt mondom, hogy nem bírta a terhet és öngyilkos lett, az is olyan hihető, mint az is, hogy nem bírta a terhet és ellen akart állni, vagy azt mondta, hogy ebből elég, vagy ki akar szállni, és akkor nem engedte kiszállni, az is lehet.
talán, és ez az én legendám, a saját intellektusába és szirált erkölcsi alapjaiba vetett hittől elbizakodva valami olyasmit vállal, hogy ő felvilágosítja a hatalmat arról, hogy mi a teendő, hogy a kultúrában és a társadalomban a dolgok jóra forduljanak. Nyilván egy idő múlva a személyes vélemény, a személyes érdekek, és ez az egész egy veszélyes területté válik, amelyből hiába próbál szabadulni, és végül is a legszörnyűbb ítéletet ő mondja ki maga felett. Talán az önmagában való csalódása pontosan a saját, tehát valószínűleg tartom, hogy olyan módon zsarolták anyagilag, és elsősorban a legfontosabb, hogy talán erkölcsileg akarták megsemmisíteni, és azáltal kerülhetett abba a helyzetbe, amibe került. Erősödik bennem az az érzés, hogy valaki valamiért sarokba szorította, és aki itt tudott menekülni. Tehát ez egy olyan öngyilkosság volt, amit nem véletlenül tartanak sokan gyilkosságnak, mert ugyan meggyőződésem is erre bizonyítékok vannak, hogy önkezével csinálta, de a helyzet, ahogy ebbe belekerült, az nem ő csinálta egyedül. A, hogy mondják, tartó tisztje, meg van olyan, az gondolom él. Vagy azok az emberek, hogyha ő nem is, de azok az emberek, akik őt ilyen-olyan helyzetbe zsarolva kényszerítették, nem tudom én milyen alapon, lehet, hogy csak ki akart menni Németországba, lehet, hogy világhírű akart lenni. Ennyi, és azért ezt az árat kellett neki fizetni. Ezek még élnek. Tessék ezt elmondani. Szeretném tudni, hogy hogy kezdődött az a történet, ami ilyen tragikusan végződött. Mert ennek ehhez köze van, és nem tudhatom meg. És próbáltam beszélni olyan különböző áttételeken keresztül, olyan emberekkel, akiknek ebben részük volt, konkrétan kattán főhadnagyból lett ezredessel, akinek elő kéne állnia, aki az ő tartó tisztje volt, és sunyít, és nem áll elő vele. Még lelkismeretfordulásuk sincs, semmiük nincs, hallgatnak, és röhögnek rajtunk, ha megnézik ezt a képet, amiről most mi itt ülünk, és beszélünk, és találgatunk. Mert ők tudják, eszük ágában is megszólalni. Természetesen megkerestük azt a bizonyos tartó tisztet, aki nem vállalta, hogy szerepeljen ebben a műsorban. Azt mondja, úgysem hinne el neki senki semmit. A rendőrségi jegyzőkönyveket megsemmisítették. Azok közül pedig, akik többet tudhattak a Bódi rejtéről, rengetegen elzárkóztak. Nem hajlandók erről beszélni, talán éppen az ügynök kérdés tisztázatlansága miatt. Ki így, ki úgy, mindenki magyarázza talán magának is, hogy abban a korban egy ilyen kivételes képességű fiatalembernek vajon miért kellett, hogy közel legyen olyasmihez, ami végül elvette a szabadságát. Minden esetre tanulságos, hogy indulatot vagy haragot nem érezni senkiben. Beletörődést, megbocsátást annál inkább. Ha egyáltalán van miért. Ez volt a Nyom nélkül, viszontlátásra. A Dolce Vita.